Környezetvédőként, természetjáróként kezdett el preparálással foglalkozni Albert Krisztián, aki ma már környezetvédelemmel foglalkozik, és Kis Gergely, aki jelenleg egyetemista. Ma már hobbiuk szenvedélyé vált, és egyre jönnek a versenysikerek is. Legutóbb a Fehova hozott számukra sikereket. Albert Krisztián már gyerekként járta az erdőt és figyelte a természetet. Gyűjtötte a madártollakat, koponyákat is. Egy süntetemet találva hetekig figyelte a természetesen letisztuló csontvázat, majd hazavitte és megfigyelései alapján újra rakta. Nagyon régen, még 12 éves koromban jött igazából az a késztetés, hogy én csontvázakat preparáljak. Egyrészt állatokat, élőhelyeket bemutató gyermekkönyveken nőttem fel, illetve amikor általános iskolában a felső osztályba kerültem, akkor rengeteg szemléltető eszköz és preparátum volt a biológia teremben. Kedvet kaptam ahhoz, hogy én is hasonló gyűjteményt hozzak létre. 12 évesen egy helyi erdőben kirándulva egy elpusztult sünnek a tetemére bukkantam, és hetekig jártam ki ehhez az állathoz, hogy a természetesen letisztuló csontoknak az anatómiáját tanulmányozzam, és amikor ez már csak száraz állapotú csontváz volt, ezt egy zacskóba összeszedtem, hazavittem, és nagymamámék kertjében kifőztem, és saját megfigyeléseim alapján újra ragasztottam a csontvázat. Köszönetet mondhatok nagyszüleimnek, ők azok, akik ugye kertes házban laknak, és hogy a kertben foglalkozhattam ezzel a tevékenységgel. Nagyapám egy kis kályhát is épített az udvaron, hogy ott tudjak vizet melegíteni, illetve épített egy kis bungallót, ahol ezeket a természeti kincseket tarthattam és gyűjthettem. Szüleim is mindenben támogattak. Amikor először hazavittem Marékban egy csontvázat, egy varjú csontvázat, akkor mondtam, hogy én ezt össze fogom rakni. Lehet, hogy ezt akkor szüleim annyira nem vették komolyan, de amikor következő nap az íróasztalomon ott állt az összerakott csontváz, akkor teljesen elképedtek. És azt mondták, hogy ez egy gyönyörű munka, otthon tarthatom, és mint a mesében, amikor a farkas szeretne melegedni, és először csak a lábát hagy rakja be a malackáik meleg házába, úgy elindult egy folyamat, és igazából otthonra több kész szép munka is került. Ezt mindenképpen egy fő különbségnek említeném, hogy még sokszor iskolában, múzeumokban nagyon egyszerű pozícióban lévő szemléltető eszköznek használt csontvázakat láthatunk. Én mindig próbálom a természetnek egy szeletét, azt a pillanatot, azt a bizonyos mozzanatot visszaadni ezekben a jelenetekben, és sokan mondják, hogy ezzel nagyon egyediek a munkáim. Ezeket te fotózgatod, vagy próbálsz internet segítségével olyan fotókat találni, ami esetleg elképzelhető a te madaraidhoz is? Ahogy időm engedi, sokat járok én is a természetbe, noha mostanában egy picit kevesebbet, de saját megfigyeléseim alapján jönnek ezek az ötletek, illetve természetesen az internet segítségével rengeteg referencia, fotót, videót tanulmányozok ezekről az állatokról, hogy értelemszerűen azokat az etológiai sajátosságokat sikerüljön visszaadni ezekben a munkákban. Ez mindenképpen az életemnek a szerves része, ez nem csak egy hobbi, ez abszolút áthatja minden percemet, az agyam az minden pillanatban kattog valami ötleten, illetve ez mindig ott van, és csak van, hogy más dolgok is néha előtérbe kerülnek, de mindenképpen nem tudnék létezni enélkül, ez biztos. Rengeteg minden mással is foglalkozom, nagyon érdeklődő fiatal vagyok, világháborús relikviák gyűjtésétől kezdve a jelenlegi munkahelyemen a környezetvédelem szakmája is inspirál, tehát sok minden érdekel, de mindenképpen ez egy fővonal. A Fehovára vitt munkáján azt a pillanatot örökítette meg, amikor egy tojókarvaj balkáni gerlét zsákmányol. Kék szalagot és első helyet kapott érte. Én a Fehován igazából ebben az évben voltam először, lévén, hogy a tavalyi évben került megrendezésre először a Fehova preparátor verseny, viszont akkor még csak hazai vadászható fajokkal, illetve csak montírral, értsük, kitömött állattal lehetett nevezni, viszont tavaly a Fehován én már a 2018-ban Ausztriában debütáló Európa-bajnoki munkámat azt kiállíthattam a vadászlap standján a versenyen kívül. Idén azonban megnyitották a versenyt rengeteg fajjal való nevezéshez, illetve más kategóriákban is, és most csontvász kategóriában így most először sikerült Magyarországon versenyeznem. Ezen a versenyen egy tojókarvaj, amint balkáni gerlét zsákmányol, ezen a jelenettel sikerült szintén kék szalagos minősítést elérnem, 100 pontból 90 pontot kaptam a munkára a szakmai szempontok alapján, és ezzel dobogó első helyet sikerült szereznem.
Első sikere 2018-ban Salzburgban rendezett nyílt preparátor Európa bajnoksága volt, ahol csontváz kategóriában kék szalagot és Európa bajnoki címet kapott, mester kategóriában viaskodó egerész öves kompozíciója. 2018. februárjában Ausztriában, Salzburgban rendezték meg a 11. preparátor Európa bajnokságot, nyílt preparátor Európa bajnokságot, ugyanis nem csak európai, hanem a világról akármilyen nemzet résztvevői nevezhettek erre a preparátor versenyre, és csontváz kategóriában sikerült Európa bajnoki címet szereznem. Van ugye a versenyen kezdő, haladó mester kategória, és én mester kategóriában kék szalagos minősítést, illetve dobogós első helyezést értem el, viaskodó egerészőves kompozíciómmal, és ezzel Európa bajnoki címet szereztem. Azóta nem volt Európa bajnokság, úgyhogy még én tartom a címet, következőleg pedig feladatom lesz ezt megvédeni. Szeretne Amerikába a preparátor világbajnokságra is eljutni. A világbajnokság az igazából azt, a preparátor világbajnokságot azt Amerikában rendezik, illetve hát van egy kis nézeteltérés az amerikai megrendezésű világbajnokság és az Európai Szövetség által megrendezett Európa bajnokság között, ezért, mint említettem, az előző Európa bajnokság is nyílt volt, és résztvevő számban egyébként messze menően ütötte az amerikai, tehát világbajnokságnak a résztvevőit, de egyszer nagyon jó lenne Amerikába is ellátogatni, és az európai bajnokság után a világbajnokságon is megmérettetni magam. A versenyen egy másik karcagi preparáló, Kis Gergely sikert élt el. Idén egy szajkóval készültem, most évelején olyan sok idő nem volt felkészülni a versenyre, viszont itt is a verseny előtti utolsó héten sikerült elkészíteni a madarat, amely szintén sárga szalagot érdemelt. Tehát ez azt jelenti, hogy 75 pontot értem el, 70, a 100-ból 70-80 pont között, aki elér valannyi pontot, az sárga szalagot kap. És akkor ez is sárga szalagot érdem, hát ennek is nagyon örültem. Na most itt kategóriahelyezések voltak, itt is a legmagasabb pontszámok voltak, dobogósok, viszont hát ha ez gyakorlatilag minősítésnek mondhatnánk, és akkor van 70-80 pont is sárga, mondjuk úgy, hogy bronz, 80-90 ponttól piros szalagot érdemel a versenyző is, 90-100 pont között pedig kéket, tehát a kék az, ami a legtöbb pontszámot elért. Minden versenyző kap egy bírálati lapot a verseny végeztével, bírálások után, és ott rajta fel vannak tüntetve a hibák, mik a hiányosságok, mik állnak rosszul, mi lehetne javítani. Ebből az egy lapból nagyon sokat lehet tanulni, és akkor majd ezt figyelembe véve elkészítem még egyszer majd ezt a munkát, viszont nem versenyre, versenymunka elképzelésem még nincsen a jövő évre, viszont majd gondolkozok rajta, és majd felkészülünk ugyanígy. Ő is iskolás kora óta természetjáró. Madártollakat, koponyákat gyűjtött azóta. Nyolcadikos volt, amikor a Györfi István iskolában Albert Krisztiánnak volt preparátor kiállítása. Az első csontváz preparálásában ő is segített. Még általános iskolás voltam nyolcadikos, amikor elkezdtem ezekkel foglalkozni. Na most, amivel ez összeköthető, az a mindig is a természet iránt voltam érdeklődő, nagyon sokat jártam kint általános iskolás koromban, és kisebb koromban is, és akkor, ahogy nőttem, egyre jobban megismerkedtem Karcagnak a határvidékével, nagyon sokat jártam madarászni, és akkor indult be, ugye, mint egyik fő hobbiként a vadászat is, és akkor mindig jártam a természetet, gyűjtögettem, madártollak, madárkoponyák, stb., és akkor gyakorlatilag ezek voltak az alapjai ennek a hobbinak. Nagyon sok információ állt a rendelkezésre például az interneten, könyvekben nagyon sokat búvárkodtam ilyen információk után, és utána jöttek a barátaim, akik ebbe segítettek, tehát pont Albert Krisztián barátomnak volt, akkor még nyolcadikos voltam, a Györfi István általános iskolában egy kiállítása munkáival, és akkor azokat csodáltam, ott ismerkedtünk meg, és azóta nagyon jó barátok vagyunk. Na most, hát akkor én úgy mondtam, hogy hát ez a hobbi, ezt szeretném csinálni, így a fő elfoglaltságok mellett, és utána egyre jobban megkomolyodott ez a dolog, és most már vannak munkáim is. A fiúknak a Fehova kiállításra barátjuk Szabó Lehel segített eljutni. A munkáik felköltöztetésében és hazahozatalánál is számíthattak rá.